A viharos, fordulatokban gazdag BZH közgyűlés után a Mazsihisz közgyűlése is tartogatott izgalmakat. Nem is kellett sokat várni az első személyeskedésektől sem mentes asszóra. A rabbikar nevében Fröhlich Robert főrabbikért napi rendelőt szólt. A szerdai BZH közgyűlés eseményeit kérte számon az elnökségen. Fröhlich főrabbi azt állította, a BZH közgyűlésen Egri Oszkár, a mazsihisz jogásza megvádolta a rabbikart azzal, hogy jogtanul kételkedett Egri Oszkár zsidó származásával. Az egész magyarországi rabbikart méltatlan és alaptalan támadások és vádak érte. Feldmayer Péter, a mazsihisz elnöke először hárítani próbált, hogy a probléma megvitatásának nem ez a fóruma. Ezzel a közgyűlés azonban nem értett egyet, így Strejt Sándor BZH elnöknek kellett megmagyarázni a történteket. Én hát nem értem, komolyan nem értem ezt, hogy mi? Hát senki nem váltotta a hatóságot. Hát a közgyűlés részéről bárki felszólal ebben az ügyben, hogy téves döntést hoztak, vagy bármi más. Tehát nem megsértve lettünk, meg vádolva lettünk. És ez egy óriási különbség előtt volt. És ha ezt különbséget nem érzi, akkor nagyon megbajok vannak. A közgyűlés továbbra is igenis jelentse ki, hogy visszautasítja a rabbikart vádakat, a rabbikart becsületét megerősíti, a rabbikart tekintélyét nem kívánja tovább szüleszteni, a rabbikart megbecsülik ebben az országban. Nem többet kérünk a közgyűléstől, és nem is kevesebbet. Köszönöm. Ez azt hiszem, hogy egy határozott, világos beszéd volt. A közgyűlés végül megerősítette és biztosította a rabbikart töretlen bizalmáról. Zoltai Gusztáv viszonylag egyhangú gazdasági beszámolója után az országos főrabbi címadományozása fordította szembe az elnökséget a közgyűléssel. Feldmayer Péter Domán István főrabbi életrajzát felolvasta, majd kérte a közgyűlést, nyílt szavazással hagyja jóvá az országos főrabbi címadományozását. A procedúrát azonban Radnóti Zoltán megszakította. Az országos főrabbi pozíció a rabbi testület javaslatára fogadja el a közgyűlés, és nem az elnök javaslatára. Így van. Elnök úr, elnézést kérek, én a szavazás előtt szeretnék szólni. Már szavaztunk, de kessék. Nem szavaztunk egyébként. Ez egy optikai csalódás, ha ezt így elnök úr, nem szavaztunk. Meg szerette volna tudni a rabbikar azt, hogy milyen jogai és milyen kötelezettségei lesznek a megválasztott tisztviselőnek. Mazsihisz vezetői levelet intéztek a rabbikarhoz, azzal kérik, jelöljék meg a rabbi testület részéről azt a személyt, akit ők országos főrabbi címre tartanak méltónak. Ilyen válasz nem érkezett. A levelünk azt is tartalmazta, hogy amennyiben megfelelő határidőig ilyen választ nem kapunk, úgy előterjesztést teszünk a közgyűlésnek. Az én emlékeim szerint valóban kapott a rabbisági levelet azzal a tartalommal, amit elnök úr megjelölt, olyan záradékkal, hogy amennyiben a rabbiság ezt nem teszi meg adott időn belül, úgy a vezetőség fog jelölni országos főrabbit. Én úgy gondolom, hogy ilyen diktatórikus levelet a rabbi testület felé nem szabadna írni. Mi írtuk egy válaszlevelet, elnök úrra. Szeretnénk tudni, hogy mire választunk országos főrabbit, mik a funkciói, mik a kötelezettségei és mik a jogai. Az országos főrabbi cím nem hivatal és nem jogkört von maga után. Nem jár hivatallal, az meg azért érdekes, mert hogy megnézzük a mazsihisz költségvetését, akkor külön sorolott az országos főrabbi hivatalnak a sora 6 millió forinttal. Heizler András végül azt kérte, hogy a közgyűlés kérjen elnézést Domán István főrabbitól, és napolja el az országos főrabbi kinevezését addig, amíg az elnökség alaposan ki tudja dolgozni a megválaszolatlanul maradt kérdéseket. Én is azt javaslom, hogy egyelőre ezt ne tárgyaljuk meg, és ha önök úgy gondolják, hogy egy későbbi időpontban ez aktuális, akkor hát önöktől függ a döntés. Köszönöm. A választás és a jelölők bizottságba a BZH delegáltját Kis Henriettet választották, míg a mazsihisz vezetőségével meggyőző szavazat többséggel jutott be Heizler András. Úgy gondolom, hogy le fogok ülni a mazsihisz vezetésével, nyilván vezetőségén, és meghallgatom, hogy milyen elképzeléseik vannak. De tévedtem a jóslásomba, tehát mégiscsak a közgyűlés egy konfrontatív embert választott. Én próbálom ezt a konfrontációt a zsidóság
jobb jövője érdekében felhasználni.